Terrortámadás történt Barcelona belvárosában, 13-an meghaltak és legalább 50-en megsebesültek. Személyesen Matolcsi döntött arról, hogy felvegyék a jegybankhoz Polt Péter lányát. A fideszes Gulyás Gergely szerint Bayer Zsolt elismert irodalmár is lehetne, csak ne foglalkozna politikával. És ismét Budapestre jön Putyin, most a judó világbajnokságra. A Momentum tüntetést szervez. Ez itt az ATV reggeli híradója, jó reggelt kívánok! Legalább 13-an meghaltak és 80-an megsebesültek, amikor csütörtökön délután 17:30 körül a tömegbe hajtott egy kis teherautó Barcelona egyik legforgalmasabb utcáján, a Ramblán. Az akcióért az iszlám állam vállalta a felelősséget. Egy marokkói származású, de spanyol útlevéllel rendelkező férfit letartóztattak az ügyben, ő vezethette a furgont. A külügyminisztérium egyelőre nem tud magyar áldozatról vagy sérültről. Késő estére egy újabb férfit tartóztatott le a rendőrség Barcelona közelében. Halottak és sebesültek mindenfelé. Így néz ki Barcelona egyik legforgalmasabb és legnépszerűbb utcája, a La Rambla, miután egy kis teherautó belehajtott a tömegbe. A támadó délután 17:30 körül hajtott fel a járdára a Katalónia tér környékén, majd több mint 500 méteren keresztül könyörtelenül gázolta a járókelőket. Az autóból kiszállva egyes médiaértesülések szerint lövöldözni kezdett, majd gyalog elmenekült. Egy közeli bárba rontott be, ahol a bent lévőket túszulejtette és elbarikádozta magát. Egyes források két elkövetőről írnak. A fehér Fiat kis teherautó bérelt jármű, de az elkövetők egy másik autót is béreltek, azzal akartak megszökni. A La Rambláról érkezett felvételeken az látszik, hogy sokan a földön fekszenek, az ügyet pedig terrortámadásként kezelik. A merénylet után a környéket lezárták, a főutcát pedig kiürítették. A hatóságok arra kérték a helyieket, hogy kerüljék el a környéket, mesélte híradónknak egy kint élő magyar. Korábban voltunk kint, ha is meg pont hazajöttünk lefeküdni, mert ma érkeztek a barátaim Budapestről és a reggeli géppel, úgyhogy kicsit elfáradtak, pedig oda mentünk volna ebédelni. Úgyhogy mázlink volt, hál' Istennek. De megmondom őszintén, én annyira nem vagyok meglepve. Tehát tényleg amilyen tömeg van állandóan Barcelonában, pláne azon a környéken, szerintem előbb-utóbb sávas, hogy benne volt a pakliban. Szemtanúk arról beszéltek, a környéken rendőrségi helikopter köröz, és óriási volt a káosz a támadás után. Egy kint élő étterem tulajdonos pár perccel a támadás után ért a helyszínre. Nem tudom azt sem mondani, hogy fejetlenség van, de az sem, hogy nyugalom van, tehát hogy uralja a rendőrség. Le van zárva a terület. Igazából millió tűzoltó mentő rendőr van. Én körülbelül 600-800 méterre vagyok az eseményektől, és folyamatosan még mindig jönnek a turisták, akik nem jártak erre, azoknak elmondom, hogy ez Barcelona legforgalmasabb sétáló utca. A híradónknak nyilatkozó biztonságpolitikai szakértő szerint a támadás kihatása lehet a közelgő katalóniai függetlenségi szavazásra is. Ez egy belpolitikai jelenség. Katalónia szeretne különválni Spanyolországtól. Ez egy régi törekvés. Lehet befolyása a választásokra. Úgy, ahogy Angliában is, ugye a parlamenti választások előtt megtörténtek ezek a cselekmények, ezek is befolyásolták a választások végkimenetét. A hatóságok egy marokkói felmenőkkel rendelkező spanyol férfi útlevelét találták meg abban az autóban, amelyik a tömegbe hajtott. A rendőrség szerint a férfit letartóztatták. A rendőrség már közé is tette az elkövető fotóját. Ez a marokkói 28 éves muszlim férfi Driss Ukabir bérelte és vezette a furgont, amivel a tömegbe hajtott. A rendőrség szerint a merénylő 4 napja érkezett Marokkóból Spanyolországba. Egy helyi portál szerint annak ellenére, hogy a férfi marokkói származású, rendelkezett spanyol útlevéllel is. Tegnap a késő esti híradónkban a biztonsági szakértő azt mondta, hogy a jelekből arra lehet következtetni, hogy nem több fős terrorista csoportról, hanem magányos elkövetőről lehet szó. A CNN arról is beszámolt, hogy napközben már volt egy autó megállítási kísérlet, de a kocsi továbbment és az eset lövöldözésbe torkollott. Azt meg kell érteni, hogyha ténylegesen igaz az állítás, hogy 4 nappal korábban érkezett Spanyolországba, akkor olyan szempontból jobb a helyzet, hogy nincs helyi sejt, de mindenképpen lesz valaki, aki segítette
ennek az embernek a mozgását és egyáltalán az elkövetésre való felkészülését. Tehát ilyen esetekben én azt gondolom az elkövetkező 2-3 napban látni fogjuk azt, és ez lesz érdekes, hogy kiket fog el a spanyol rendőrség Barcelonába, vagy az ott esetben az ország más részén, akik segíthették ennek az embernek a beutazását, a kapcsolattartói lehettek, tehát valamilyen szempontból az akcióhoz közük lehet. Újabb felkavaró felvételek következnek a terrortámadásról. Egy Barcelonában élő magyar a gázolás utáni percekben készítette ezt a videót, amit a 444.hu-nak küldött el. A borzalmas felvételeken látszik, hogy a sérültek a földön fekszenek, és sokan próbálnak nekik segíteni. A videót készítő magyar azt mondta a 444.hu-nak, hogy annyira megrázták a történtek, hogy képtelen beszélni róluk. Ez a barcelonai terrortámadás a 9. legnagyobb merénylet Európában. Az első borzalmas terrorcselekmény 2015. november 13-án történt Párizsban, ahol több helyen egyszerre csaptak le a terroristák a városra, 130-an meghaltak és több százan megsebesültek. 2016. március 22-én a brüsszeli nemzetközi repülőtéren robbantottak, 32-en életüket vesztették és 340-en megsebesültek. 2016. július 14-én egy teherautó hajtott a francia nemzeti ünnepre összegyűlt tömegbe Nizzában. Az a merénylet annak idején 84 áldozatot követelt. 10 nappal később, 2016. július 24-én egy németországi fesztiválon robbantotta fel magát egy merénylő, de szerencsére rajta kívül senki sem halt meg, viszont többen is megsérültek. December 9-én a berlini karácsonyi vásárba hajtott egy kamion, 12 halálos áldozatot és 48 sérültet követelt az a támadás. 2017. március 22-én a londoni Westminster hídon hajtott egy autó a gyalogosok közé, ott 5-en meghaltak és tucatnyian megsérültek. Április 7-én Stockholmban szintén teherautóval hajtott a tömegbe egy terrorista, 4-en haltak meg, 15-en pedig megsebesültek. Végül idén május 23-án Manchesterben egy koncert után robbantottak, ott 22-en meghaltak és 59-en megsebesültek. Donald Trump Twitter üzenetben ítélte el a támadást. Legyetek erősek, szeretünk benneteket, fogalmazott az amerikai elnök. Gondolataim a barcelonai emberekkel vannak, soha nem fogunk megkunyászkodni az ilyen barbárság előtt, fogalmazott Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke. A terrortámadással kapcsolatban egyébként minden hírt elolvashatnak az atv.hu-n, most pedig folytatjuk híradónkat belföldi hírekkel. Személyesen Matolcsi György döntött arról, hogy felvegyék a legfőbb ügyész lányát a jegybankba, számolt be róla a 24.hu. A Magyar Nemzeti Bank híradónkkal azt közölte, hogy valóban a jegybank elnök döntött, de ez minden dolgozó felvételénél így van. A Transparency International szerint viszont ez a személyzeti igazgató dolga lenne, ám ő egyébként történetesen meg Polt Péter legfőbb ügyész felesége. Személyesen Matolcsi György, a Magyar Nemzeti Bank elnöke döntött arról, hogy Polt Péter legfőbb ügyész lányát felvegyék a jegybankhoz. Legalábbis így értékelte a 24.hu a Magyar Nemzeti Bank neki küldött válaszát. A levél szerint nem jelent összeférhetetlenséget, hogy Polt Péter jelenlegi felesége a jegybank személyügyi igazgatóságának vezetője, ráadásul ez nem is játszott szerepet a döntésben, hiszen, mint írták, az MNB presztízse önmagában is vonzó a pályakezdők számára. A legfőbb ügyész felesége 5 millió, míg lánya 500 000 forintot keres a jegybankban. A Jobbik szerint mostanra Magyarország szinte valamennyi fontos pozícióját elfoglalta a Fidesz, amely korrupcióra is lehetőséget ad. Hadházi Ákos, az LMP társelnöke szerint ilyen dolgok civilizált országokban nem történhetnek, vagy ha mégis, akkor az érintett politikai szereplő azonnal lemond. Banán köztársaságokban lehetnek ilyen történetek. Az LMP nem véletlenül állt Vágó Gábor kezdeményezése mellé. Vágó Gábor egy közpénzmentő népszavazást kezdeményezett, amiben azt szeretnénk elérni, hogy ezek az 5 millió forintos fizetések, amiket a magyar főügyész felesége keres a Magyar Nemzeti Bankban, ezeket a havi 5 millió forintos fizetéseket, ezeket vágjuk vissza. Az MSZP szerint nehéz elhinni, hogy a legfőbb ügyész részrehajlás nélkül végzi a munkáját akkor, amikor a család egyre több tagja kapja fizetését Orbán Viktor jobb kezétől.
Az Együtt pedig úgy véli, hogy ha a teljes Pol családot Matolcsy György finanszírozza, akkor nem csoda, hogy a legfőbb ügyész nem a bűnt üldözi, hanem a fideszes bűnözőket védi. A Transparency International közpénzügyi programjainak vezetője szerint súlyos összeférhetetlenségi kérdéseket vet fel ez az ügy. Az érintett vezetőt szigorú belső szabályok alkalmazásával kellene kizárni a döntéshozatalból. Emellett fontos lenne az is, hogy mindenki csak a saját feladatát végezze. Egy HRS vezetőnek, tehát annak, aki a munkafelvételről dönt, csak neki lenne szabad döntenie ilyen ügyekben, és nem lehetne ilyen döntéshozatal, hogy mondjuk a vezérigazgató például egy nagy cégnél magához von döntéseket, vagy adott esetben az MNB elnöke, hiszen neki ez nem feladata. A jegybank nem sokkal híradónk előtt küldött levelében igyekezett száfolni a 24.hu értesüléseit. Ebben azt írták, hogy a dolgozók felvételéről mindig az MNB elnöke dönt, így Polt Petra esetében sem volt kivételes eljárás. Azt is megemlítik, hogy a jegybank 1400 dolgozójának kiválasztását nem személyesen az elnök végzi, így például Polt Péter lányának alkalmasságáról is a jogi igazgatóság döntött, ebbe pedig Polt Péter feleségének nem is lehetett beleszólása. Dicsérően nyilatkozott a Fidesz alelnöke Bayer Zsoltról. Gulyás Gergely szerint a Magyar Idők publicistája napjaink irodalmának elismert alakja is lehetne, ha nem foglalkozna politikával. Kukoreli Endre író viszont úgy látja, hogy Bayer életműve nem olyan jelentős, hogy felettesse az újságíró olykor durva és uszító kijelentéseit. Napjaink irodalmának elismert alakjaként tekint Gulyás Gergely a Fidesz alelnöke, a publicista Bayer Zsoltra. Egy interjúban beszélt erről, amit a Heti Válasznak adott. Úgy fogalmazott, elismert alakja lehetne, ha nem foglalkozna politikával. Az MSZP sajtófőnöke kikérte magának a kijelentést a többi alkotó nevében. Ha azok az írók, költők, akik nemzetünk kultúráját nagyjátették, tudnák azt, hogy közéjük akarja besorolni Gulyás Gergely és a Fidesz Bayer Zsoltot, akkor ők kilépnének abból a körből. Bayer műveit egyébként Kerényi Imre miniszterelnöki megbízott nemrég a Nemzeti Könyvtárba is beválogatta. A kétfarkú kutyapárt már korábban a tananyag részévé tette volna a publicista életművét. Zajlik az oktatási reform, de Bayer Zsolt versei a mai napig nincsenek benne az irodalomkönyvben. Mások inkább felháborítónak tartják Bayer Zsolt kijelentéseit, például az elgázolható cigánygyerekekről, a média hatóság által is szankcionált potenciális gyilkos migránsokról, vagy legutóbb a civilekről, akiket szerinte taknyukon és vérükön kellene kirángatni a parlamentből. Én is sajnálom. És hiába most ezt megerázkodhatnék, hogy amikor ezt az egészet mondtam. A sajnálkozás ellenére sokan továbbra is a Fidesz legfontosabb úszító propagandát folytató szócsövének tartják. A Magyar Idők publicistája egyébként tavaly lovagkeresztet kapott az indoklás szerint számos nemzeti ügy feltárásáért és képviseletéért. Utána több tucatnyian visszaadták kitüntetésüket, köztük Kukoreli Endre író, költő. Szerinte egy értelmiséginek részt kell vennie a politikában, de a szakmabeliek egyben értékelik az irodalomnak szánt műveket a politikai megnyilatkozásokkal. A Bayer Zsolt életműve nem elég erős ahhoz, hogy simán fogalmazzak, hogy ezt a tolmost el tudja nyomni. Úgyhogy én igazából megértem azok az embereket, akik fel vannak háborodva a Bayer Zsolttal kapcsolatban, és innen is üzenem neki, hogy ilyen javítósan beszélek, hogy ezt hagyja abba. Kukoreli Endre szerint az az igazi probléma Bayer durva és trágár megnyilvánulásaival, hogy az emberek is ezt a stílust tekintik követendőnek. Ismét Budapestre jön Vlagyimir Putyin, az orosz elnök, ezúttal a zsúdó világbajnokságra érkezik a magyar fővárosba, erősítette meg a korábbi híreket hivatalosan is a startban a Magyar Zsúdó Szövetség elnöke. Putyin augusztus 28-án érkezik a szövetség meghívására. Az orosz elnök egyébként a Nemzetközi Zsúdó Szövetség tiszteletbeli elnöke is. Putyin elfogadta a meghívást, a megnyitóra érkezik, majd az első napi küzdelmeket is meg fogja tekinteni. A Momentum mozgalom bejelentette, hogy demonstrációt szerveznek Putyin látogatására. Tegnap a késő esti híradóban megkérdeztük a párt elnökét, hogy miért gondolták úgy, hogy indokolt a demonstráció, hiszen ezúttal nem egy politikai, hanem egy sporttal kapcsolatos esemény a látogatás oka. Fekete Győr András szerint a magyarok döntő többsége az uniót választotta a népszavazáson, és fel kell hívnunk a figyelmet arra, hogy Putyin a másik oldal képviseli. Minden bizonnyal Orbán Viktorral is fog találkozni Vlagyimir Putyin, mint ami ilyenkor szokásos,
És a mi legnagyobb problémánk ezzel az, hogy 2003-ban a magyarok több mint 80%-a úgy döntött, hogy Európai Unióhoz kell csatlakoznunk. Orbán Viktor pedig a félelem rendszerét építi 2010 óta. Putyini mintára. Hát lassan már majd, hogy minden hónapban vendégül látja Orbán Viktor Vladimir Putyint, miközben Európából alig érkeznek vezetők. Ez egy nagyon kemény jelzés egyébként az Európai Unió részéről is, és azt mutatja, hogy Magyarország kelet felé orientálódik. És ezt mi nem hagyhatjuk. Két olyan fejlesztése ítélt meg a kormány 1-1 milliárd forintot, amelyekre semmi szükség nem volt, és a nyertesek valójában nem is csináltak semmit, mondta az Egyenes beszédben Hatházi Ákos. Az úszóbetont már rég feltalálták, és a pályázatban megjelölt telkeken még víz sincs. Akaratján egy kút van, fűszfőről pedig már ki is jelentkeztek a győztesek. Az LMP társelnöke szerint ez is csak egy sima lopás lehetett, nyomát sem találták ugyanis a kutatómunkának. Úszóbetont kellett feltalálni, vagy kifejleszteni, de ugyanabban a projektben két cégnek is adtak teljesen ugyanarra 1-1 milliárd forintot. És amikor egy kicsit ezt megnéztük, akkor láttuk, hogy úszóbeton, ez már régóta létezik. Ez egy beton tömb, amit úgy építenek, hogy az a vízen tudjon úszni, de ez egy létező technológia, és amikor egy picit utána kutattunk, akkor láttuk azt, hogy pár éve, 2011-ben adtak egy cégnek 20 millió forintot, hogy fejleszten ki egy úszóbeton prototípust, meg is csinálta, aztán adtak egy másiknak 100 millió forintot, az betonnal foglalkozott, most meg adtak egy harmadik cégnek, meg egy negyediknek, amelyiknek egyébként semmi köze a betonépítéshez, ez a cég, ez egy pályázatíró cég, megjelölt hogy hol fog kutatni, Balaton akaratján, egy telken, lementünk oda, ott egy kút telken? Van, egy telken, egy kút van ott, egy száraz kút van, ahol megjelentett, hogy ott lesz a kutatóállomás. Jobban van az Ópályban elgázolt két éves kisfiú, kedden este ütött el egy autós, amikor testvérével át akart szaladni az úton. A fején és a lábán sérült súlyosan, többször meg kellett műteni. A baleset miatt a szabolcsi településen lincs hangulat alakult ki, több százan vették körbe a sofőrt, akit végül a helyi roma önkormányzat egyik képviselője mentett ki a tömegből. Két nappal a tragikus baleset után már csak az aszfaltra rajzolt féknyomok emlékeztetnek a történtekre Ópáiban. Az emberek kezdenek megnyugodni, a súlyosan megsérült kisfiú is jobban van. És azt mondták, hogy már túl van a nehezén, és ma leveszik róla a gépet, és tehát jobban van. Máté Sándor, a roma nemzetiségű önkormányzat helyi képviselője, a baleset helyszínétől pár méterre lakik. Végignézte a történteket, ő hívta a mentőket és a rendőröket is. A sofőr megállt, kiszállt, kérdezte, mi van a gyerekkel. Azt mondja, a sofőr rémült volt, nagyon megijedt és azonnal segíteni próbált. Mire a mentők megérkeztek, több százan gyűltek össze a környékről. Mindenki szaladt, hogy kinek a gyerekével lett probléma vagy gond. Hála az Istennek semmi olyan atrocitás nem történt, hogy valakit bántalmaztak volna. Igaz, mindenki sírt, ordított, mindenki kereste a gyerekét. Máté Sándor és családja látva a hatalmas tömeget azt tanácsolta a 29 éves sofőrnek, hogy menjen messzebb a kocsijával. Azt mondja, azonnal eszébe jutott Olasz Liszka. Megmondom az őszintét, féltem attól, hogy még nagyobb probléma, hogy ne legyen, nehogy előforduljon az, mint Olasz Liszkában, hogy megverték a tanárurat. A gázoló férfit rendőrök kísérték haza a szomszédos faluba, aztán órákon át a családdal maradtak, mert féltek, hogy a kisfiú rokonai bosszúból elmennek hozzájuk. A férfi családjával sikerült beszélnünk, de nyilatkozni nem akartak. A történtek nagyon megviselték őket, a férfi szerdán dolgozni sem tudott menni. Ők is folyamatosan hívják a kórházat és érdeklődnek a kisfiú állapotáról. Közben az elgázolt gyerek családjához stábunkra egy időben megérkeztek a rendőrök és a gyámügy munkatársai. A baleset miatt mentek ki az édesanyához. 8 gyereket nevel szinte egyedül, a gyerekek édesapja ugyanis több száz kilométerre, a Dunántúlon dolgozik. Helyiek szerint el akarják venni tőlük a gyerekeket. Két rendőrautónak is nekiütközött egy menekülő sofőr a terepjárójával Ózdon. A férfit a helyi rendőrök akarták igazoltatni Arlón, ő azonban nem állt meg, és járművével Ózd felé hajtott. A rendőrök követték az autót, majd a segítségükre siető kollégáik megkülönböztető jelzést használva próbálták megállítani. Az utasával menekülő férfi a terepjárójával nekiütközött előbb az egyik, majd az időközben a helyszínre érkező másik rendőrautónak is, majd az egyik rendőr felé hajtott. A járművet végül is csak a kerekekre leadott lövéssel tudták megállítani a rendőrök. A 22 éves gyanúsított, illetve az utasa is elmenekült a helyszínről.
Nem sokkal később azonban sikerült mindkettőjüket elfogniuk az ózdi rendőröknek, és előállították őket. Az ügyészség őrizetbe vette a 22 éves sofőrt, gyanúsítotti kihallgatását is foganatosítottuk, illetőleg indítványt teszünk előzetes letartóztatásának ellenőrzésére. Aggódnak a Diós Jenőiek Oszter Sándor épülő halastava miatt. Az ismert színész tervei ellen falugyűlésen tiltakoztak. A település polgármestere szerint azonban alaptalan a helyiek félelme. Oszter Sándort is kerestük az ügyben, de nem találtuk otthon. Falugyűlésen követelték Diós Jenő lakói, hogy állítsák le Oszter Sándor terekén a halastavak kialakítását. A helyi horgász egyesület elnöke szerint a falu Börzsöny felüli végén a nagyobb magasságban fekvő három osztertó a feltöltés után is veszélyezteti a lenti horgásztavat. Azt szeretnénk elérni, hogy béke legyen itt a faluba, hogy mindenki normálisan élje az életét. Szeretnénk azt, hogy a Diós Jenői tó ne menjen tönkre. Szeretnénk azt, hogy a lakosság, aki azon a részen lakik, ne szenvedjen hasonló katasztrófát, mint amit a vörösi szapkor keletkezett. A falu lakói 10 pontban foglalták össze követeléseiket. A legfontosabb azon elgondolkodni az önkormányzat vezetése részéről, hogy lehet megengedni egy olyan beruházást, amelyik először egy védett, egy véderdő területén lévő beruházásnál megengedi elsőnek a tulajdonosnak azt, hogy teljesen szétroncsolja a Jenei patak árok-árok rendszerét. A legendás színész telekszomszédja is fél az építkezéstől. Nagyon közel van a mi házunk, és elég lejtős az útvara is, hogyha valami katasztrófa, vagy igen, nagyobb víz, igen, eső, vagy áradás lesz, akkor könnyen elmoshatja a házunkat, és emiatt hát félünk, úgyhogy hát mi is, meg aztán ott a környékbeli lakosok is. A falu polgármestere szerint túlzott a horgászok aggodalma, hiszen az épülő tavak felszíne a lenti horgásztónak csak a töredékét teszi ki, ezért nem veszélyeztetheti annak vízellátását. Stábon kereste Oszter Sándort is, ám ő nem volt otthon. Az ország 10 megyéjéből 50 fiatal vett részt a Honvédség által meghirdetett nyári táborban. A program szerint a legfontosabb, hogy a gyerekek jól érezzék magukat a katonai környezetben, de persze az is cél, hogy megpróbálják a katonai pálya felé terelni a fiatalokat. A Magyar Honvédség tábort hirdetett 14 és 18 év közötti fiatalok számára, ahol 50-en vettek részt a programokon, köztük olyanok is, akik már tavaly is kipróbálták magukat a foglalkozásokon. A várakozásoknak megfelelően a fiúk részéről volt nagyobb az érdeklődés, de a résztvevő 11 lány is helytállt. A tábor fő célja, hogy a fiatalok is megismerjék a honvédség mindennapi munkáját. Az alezredes szerint már az is siker, hogy a gimnazisták nem a telefonjukat nyomkodják, és a szabad levegőn vannak. Ezek a foglalkozások semmiképpen nem olyan szigorúak és olyan kemények, mint annak idején a katonáknál, de minden, tehát a fő célunk az, hogy ezek a gyerekek megtanulják azt, hogy ugyanazokat a feladatokat csak együtt, csak közösen tudják végrehajtani. Elsősorban katonai feladatokat sajátítanak el az egy hét alatt, de elsősegélynyújtási, térképészeti és egészségügyi ismereteket is tanulnak. A mai napon kiképzési feladatsorozatot hajtunk végre, ebbe található paintball lövészet, gyakorló kézigránátdobás, lajhármászás, elsősegélynyújtás, tehát szinte minden, ami a honvédséggel kapcsolatos. A tábornak közösségformáló ereje is van, és sok résztvevőnek ez a legfontosabb. Én mindenkivel jóba lettem, úgy érzem. Szerintem mindenki kijön mindenkivel. Meg így a csapatmunkákban a rajok is sokkal jobban összekovácsolódnak, mindenkit megismerünk. Többen kiemelték, hogy a katonai kiképzés során szerzett tapasztalatokat a hétköznapokban is kiválóan tudják hasznosítani. Ez is térmes az ATV, ezúttal úszásban. Televíziónk csapata 200-as váltóban próbálta ki magát, és az előkelő második helyen értünk célba. A váltó, melyben Kőrösi Zoltán, Novák András és Gál Csongor mellett jó magamnak is volt szerencsém részt venni, eléggé alapos felkészülésen vett részt a verseny előtt, de az úszoda méretei nem várt meglepetést okoztak. Az fontos, hogy ne felejtsünk el levegőt venni. A hosszas felkészülés legfontosabb tanácsát emelte ki Gajdos Tamás, aki a csapat rangidős és egyben legsportosabb versenyzőjeként elsőként állt rajtkőre. A Duna Arena monumentalitása meglepte műsorvezetőnket. Most egy kicsit meglepett, hogy én úgy felmértem a távot, és gondoltam, ez olyan 20-25 másodperc alatt teljesíthető, de kiderült, hogy az a műugró medence volt, ami csak a 20 méter széles vagy hosszú, és állítólag ez az 50-es, az most, hogy láttam, egy kicsit hosszabb, úgyhogy nem tudom, hogy a végére érünk-e, igyekszünk.
Novák András napok óta készült a megmérettetésre, és bár a verseny nem a világbajnoki címért folyt, érmet szeretett volna szerezni. Hihetetlenül sokat készültünk, tehát a csapat nagyon összeszokott, rengeteget gyakoroltuk a váltást, tehát amikor beugrik oda csapat kezével, azonnal be tudjon ugrani. Ugye nagyon régóta összeállítottuk a sorrendet, hogy ki után van, ugye, hogy te leszel a befutó, Körösi Zoli megy másodiknak, és ugye a Gajdos Tomi megy először. Én leszek a harmadik, szóval azt mondom, hogy hetek óta gyakorlunk, megpróbálunk mindent megtenni azért, hogy hát dobogós helyen végezünk. Csapatunk az előkelő ötös pályáról rajtolhatott, amit híradónk műsorvezetője kiválóan kapott el. Az élen az Eko TV csapata triatlonista versenyzőivel gyorsan elhúzott, de a középmezőnyben nagy harc folyt a dobogóért. Végül az ATV csapata az előkelő második helyen csapott célba. Megvan ez is! Hosszú Katinka részidejét egy kicsit elmaradtunk, de egyébként én azt gondolom, hogy ez nem tekintető rossz eredménynek. Munkatársunk számára rendkívül hasznos volt a verseny. Rengeteget tanultam ebből, hogy ne cikcakba haladjak, hanem teljesen egyesen, és így kevesebbet kell majd úsznom. Az ATV sokat látott utazó riportere elégedett volt az eredménnyel. Én nagyon örülök annak, hogy itt vagyunk, ezüstérmesek vagyunk, a legjobb csapat mi vagyunk, szóval hajrá, még egyszer köszönöm mindenkinek. Bár az aranyéremről lecsúsztunk, az ATV csapata tisztesen helyt állt a medencében is, ahogy azt teszi hétköznaponként a kamerák előtt, illetve mögött. Úgyhogy nem is marad más, mint ugorjunk egy fejest. Na hát akkor most a híradó után ugorjunk egy fejest a startban, lehet mondani, hogy startfejessel kezdünk mindjárt. Tehát tegnapi váltóval kapcsolatban volt egy kis hiányérzetünk, mert Kárász Róbert barátunk nem volt benne, nem vett részt, de ha jövőre velünk tartasz, Robi, akkor talán az aranyért is úszhatunk majd. Jó reggelt, szervusz! Jó reggelt! Először is gratulálok a csapatnak. Fantasztikus köszönjük teljesítmény szépen volt, Tamás. Tényleg mindenkinek, aki ott volt, helytállt, és én azt gondolom, hogy egy tökéletes eredményt értetek el. Egy pici szépséghibája van a történetnek, az tényleg az, hogy nem voltam ott, mert most mondom neked, ha én ott lettem volna, figyelj, az Eko TV-t is elvertük volna, tehát hát akkor miénk lett volna az arany, de ez így volt a legjobb. Ez majdnem így volt a legjobb, és jövőre lesz még jobb. És azt kell mondjam, hogy tényleg a gratuláció a legfontosabb. Köszönöm. Na, Bambera Krisztina egyébként itt van már valahol a környéken, utoljára sminkszobába láttam, ami nem baj, mert örülünk annak, hogy itt van és készülődik. Rengeteg érdekes, izgalmas, aktuális témánk lesz, de ami nagyon-nagyon-nagyon fontos. Ugye ti a híradóban is kiemelten foglalkoztatok a Barcelonában történt terrorista merénylettel, amely 13 áldozatot követelt tegnap késő délután. Természetesen megpróbálunk az adásunk ideje alatt valakit kapcsolni Barcelonába. A többi témát az pedig nem sokára pár perce később elmondjuk. Köszönjük, Robi, várjuk tehát a részleteket a mint említett tragikus eseményel és egyebekkel kapcsolatban is. Tehát most nézzék a startot, aztán legközelebb 7 órakor egy friss híradóval jelentkezem, addig is szép reggelt, jó tévézés mindenkinek!